táncprodukció az egykori ünnepekhez kapcsolódó hagyományokat mutatja be. A műsor nagy péntekkel kezdődik, és a farsangi mulatságok világával zárul, ezzel bemutatva egy teljes ünnepkört. Igazából az a cél, hogy át tudjuk adni a közönségnek azt az érzést, amit mi belülről megélünk, azt a olykor szomorúságot, olykor boldogságot, bulikat, szórakozást, élvezetet, amit a mi őseink, elődeink ránk hagytak, és ugyanezt élték meg, amit mi most a színpadon fogunk. A produkció koreográfiája több gyűjtésből táplálkozik. Táncilag ezek főként az 1970-es évek végén készült tiszamenti filmezésekből készültek, amely Mohol, Kispiac, Völgyes, Völgypart és Óbecse községből származnak, és akkor ezek még kiegészültek nagyon minimális későbbi csontavéri gyűjtések és Völgyes gyűjtések, amelyek már a 90-es években készültek, valamint a saját gyűjtéseimből is kutatásaim, amelyeket Kispiacon és Mohlon sikerült végezni az elmúlt években. A bemutató egy mérföldkő az Egyesület életében, mondta Varga Lívia, a vadvirág hagyományápoló kör elnöke. Ehhez foghatót még nem állítottunk színpadra, és azért fontos ez számunkra, mert ezzel a műsorral a saját, illetve a tiszamenti hagyományokat elevenítettük fel. A műsorban közreműködött még a Pendergő Tambura Zenekar és a Cécó Kamara csoport.